No, szevasztok! Akkor, tegnap már felvettem ezt egyszer, aztán úgy döntöttem, mert a kutya egyszer rám rántott, azt elment a kép megint nagyon fönt. Muszáj leszek megismételni ezt a videót. Na, arról van szó, hogy elmeséljem nektek, hogy mi volt ez a berlini út, meg portugál. Hát, arról van szó, először is, hogy az utolsó videókban észrevettétek már, hogy a hang nagyon szar, már bocs, hogy ezt most itt kijöntöm. A tej a fű. Megnéztem az interneten, van külső mikrofon, viszont van egy olyan baj, hogy az én kamerámnak, ez egy Sony, van egy ilyen külső burkolata, mindjárt megmutatom. Ez. És a mikrofon része az ide esik pont ehhez a zárhoz. Ez a zár, aki nem ismerné, zárja le itt a tokot, hogy vízálló legyen. És pont ide esik a mikro. Szóval még azt se tudnám megcsinálni, hogy fogom és kifúrom, és a mikrót alulról bedugom. Nagyon rossz helyen van. Enélkül meg hát nem teljesen vízálló az a kamera. Meg nem is tudom, hogy rendesen fele tudom rakni erre. De az igen, ahhoz van darabom. Na mindegy, szóval lehet, hogy veszek így is egy mikrofont, azt majd ja, hát nem fogom úgy használni, avval a tartóval együtt. Oda kell jobban figyelni. Lehet ám, hogy ez a bezörgés is a tartó hibája. Hogy a kamera az magába lehet kiszűrni a hangot. Mert ki kéne szűrnie, mert úgy lett véve. Viszont a tartóval együtt valami gond van, mert a tartóba például van ez a mikróknak ez a csomagolás, ami rajta van, ez a szivacsos rés. És azt beraktam, szóval a tartó, meg a kamera közé, hogy a hangot egy kicsit szűrje. És akkor meg bepárásodott. Na mindegy. Valamit ki fogok találni, más nem ráragasztom a kamerára egy olyat. Valamivel szűrni kell a hangot. Nem találok semmit a Sonynál, hogy mivel lehetne ezt. Na mindegy, ez most nem az miatt van, hanem mindjárt korty. Ez még tök forró. Tüdőtejám. Na, ez a kimenetel Németországba. Hát a fiatalabbak nem tudnak erről, de az öregebbek ezt ismerik, hogy amikor valamikor a 80-as évek vége fele, ilyen 87-88-ba érződött Magyarországon, hogy valami történik, de Még senki nem gondolt arra, hogy itt rendszerváltás lesz, vagy kimennek az oroszok, vagy ilyesmi. De már érződött, hogy vannak változások. Mert ilyen változás volt. Én akkor ebbe egy alumínium öntödébe dolgoztam, nagyon jó kerestem. Szóval karácsonykor, előtti évben karácsonykor, én egyfolytában túlóráztam. Bementem reggel dolgozni, és másnap délben mentem haza. Egyfolytán dolgoztam, nagyon, rengeteget kerestem, de a normális fizetésem is magasan az átlag fölött volt. És egyszer csak ilyet volt, hogy amikor tavasszal kezdődött, hogy azt mondták, hogy nincs elég rendelésünk, mert mink akkor a Icarusnak gyártottuk a olajteknőket. Az Icarusnak a legnagyobb átvétele pedig az oroszok voltak. És akkor már kezdődött ez, hogy az oroszok nem vettek át elég Icaruszt, vagy a keletnémetek, vagy valami, szóval kezdett megbomolni ez a keleti piac. És elküldtek minket fizetett Szabira először. Persze ezt a gyár sokáig nem bírta ki fizetni az embereknek a... És akkor, ja, először volt fizetett Szabi, aztán ki kellett venned a saját Szabidat,
Azt is kifizették, utána pedig elküldtek fizetetlenre. Először 3 hét, aztán megint 2, aztán össze-vissza összesen lett, majd egy nem fél év fizetetlen, Szabi. Hát persze megélni abból nem tudsz sokáig. Hát nekem voltak tartalékaim, úgy voltam, hát mi, hát karácsonykor még túloráztunk, hát előbb-utóbb beindul az megint. Mondom, senki nem tudott olyasmiről, hogy valami is történik. Hát lehet, hogy a magasabb helyeken tudtak ilyesmiről, mink nem. És még onnan sem nagyon látszódott, mert én Gyulán laktam akkoriban, gyulai voltam, és Gyula egy olyan város volt, ami turistai központ, és például olyanok voltak, hogy ez abból adódott, hogy amit máshol nem lehetett az országban, azt lehetett Gyulán. Például voltak egy időben az, hogy nem vettél alkoholt reggel 9 előtt vagy 8 előtt. Valami ilyesmi volt, Gyulán lehetett. Mert a turistáknak nem lehet ezt megtiltani. Na és nem, semmi nem érződött az egész helyzetből. Talán annyi, hogy hát már akkor bejött nekünk egy olyan, hogy akkor került a kezembe először egy olyan kazetta, hogy Sex Pistols. Nagyon tetszett, azt se tudtam, mi az punk, bú. Hajfest, hát hajfesté, hol volt már a hajfesté? Az volt először a kezemben, kép nélkül, minden nélkül, de már hallottunk rá, vannak punkok. Meg egy Sisi Pusz Sputnik kazetta, ami viszont volt egy kép. És akkor láttuk, hogy így áll a hajuk az emberek, hú, milyen jó. És hát én mindig is bakkancsba jártam, meg katonai cuccokba. És nem volt csövesből átmenni, vagy rockerből átmenni, punkba nem tartott sokáig. Hogy hívják, neolungs festékkel, hajat felállítani, zsú, úgy megállt, mint a vadállat, még a rendőrök le nem vágták. Olyan volt, hogy lehetett volna valakinek, mint a üveget betörni vele, kőkemény volt. Az nem dőlt sem erre, semmi baj nem volt. És akkor kezdődtek ezek. Jó, hát akkor annyiba a változás már érződött, hogy a rendőrök még mindig megvertek, ha bevittek minket, de már nem annyira. Szóval a csabai rendőrök, mikor átjöttek, akkor azok már csak fenyegetőztek, azok már nem vertek, meg már csak a gyulajok. Na, azt átérződtek ezek a dolgok, hogy valami lesz. Meg olyasmiről hallottunk, hogy lebontsák azért a fő, nem is tudom, hogy hívták, a fő, csillagtérnek hívja, azt hiszem, a valamilyen tér volt a csillag, és akkor hallottunk olyasmit, hogy majd leszedik a csillagot. És hát ebbe a káotikus időkbe egyszer csak megjelent egy régi haverom, még intézetből ismertem, Batonyáról, és meg Eleken együtt jártunk suliba, csak hát igen, mindegy. Mindegy, Eleken is balhés idők voltak, és akkor engem máshova rúgtak ki, mint őt. És őt nem rúgták, engem meg áthelyeztek. Mindegy, ezt majd máskor elmesélem. És megjelent, azt mondja, hogy te hol volt egész élet, már régen nem látta. Hát ő kint él Berlinbe. Berlinbe, mi te tudsz nyelveket? Hát mondom, én még orosz se tudok, pedig azt 4 évig tanultunk. Hát ő angol, nagyon tud ő angolul, mondott szavakat. Hát nekem úgy tűnt, mintha ő perfekt angol. Honnan tudjam én, hogy ki milyen nyelven tud, meg mennyire. Perfekt, 5-6 szavakat elnyomott nekem. Jó van, összepakoltunk ki cuccainkat, azt mondja, menjek velük. Mondom, nem tudok semmilyen nyelvet, nem németül, annyit, hogy já, filmekből. Meg nincs pénzem nekem, hogy menjek ki? Stoppál, megyünk, nem kell semmi. Jó van. Ez mondom, ilyen áprilisban volt. Április elején, közepe táján volt, ja. Elég meleg volt.
Hát mondom neki, figyelj, ha már elindulok így a világnak, akkor én Németország, az elég hideg hely, nem? De hideg. Hát mondom, akkor irány Portugál. Én ezért akarok menni az óceánhoz, pálma, fák, fehér strand. Azt mondja, de gyere először Németbe. Jó, hát persze, megyek én Németbe, azt majd onnan tovább Portugálba. Minden tudsz, mindent, ami volt. Hát olyan jackim volt, műből jacki, persze akkoriban az volt a divat, hogy a hátára ki volt festve Magyarország térképe, és Edda művek, Magyarország. A nagyon nagy Eddás voltam akkoriban, és úgy is ismertek engem sokan, hogy Eddás. És hát mondom, csak nem evel megyek már, hát hogy néz az ki más országba. Magyarország térképével villogni. Elajándékoztam haveromnak. Pulóvereket ajándékoztam. Egy pulóvert hagytam magamnak meg. Egy pólót, egy farmerkatyát, meg egy farmert mell, vagy ezért, hát nem mellény volt, hanem kabát. Egy szimatszatyrot, hátizsákomat azt odaadtam havernak, cuccokkal együtt. Albérletet kifizettem, azt irány. Ja, meg egy pokrócot hagytam meg. A útlevelem az már régebbi volt, ez volt vagy 2-3 éves, azt azért állítottam, vagy állítottam ki akkoriban, hogy volt ez a dollár keret, amit minden magyar állampolgárnak meg lehetett vásárolni egyszer egy évbe, vagy hogy van éve volt, és azt hiszem egyszer egy évbe, vagy két év, nem, egy évente volt dollár keretje. És úgy váltottam ki akkor az útlevelet, hogy egy srác, egy haver kifizette nekem az útlevelet csak azért, hogy a dollár keretemet neki adjam el. Szóval annyira volt a dollár keresett pénz. Nem is a dollár, hanem egyszerűen a külföldi pénz. Abba sefteltek sokan. A kerettel, és hát kiváltottuk, megkaptam, kihoztam a keret, ő adta a pénzt, bementem, kiváltottam az ibuszba, odaadtam neki, és akkor adott, mit tudom, mennyit még pluszba. És akkor azt minden évben kiváltottam a keretemet, odaadtam neki, és eladtam, nem is odaadtam neki, mert ő adta a pénzt, meg adott nekem egy kis nyereséget rá. Akkor így meg volt tök ingyen az útlevelem. Az elindultunk akkor Hegyeshalomnak. Mondom, szó, semmit nem tudtam németül. Életemben nem voltam messzebb, mint azt hiszem Budapest. Sehol, semmi izém nem volt. Szóval átlátásom a helyzeten. És hát elértünk valami Hegyeshalomig, elmentünk vonattal. Ott ki az autópályán, az autópálya francra, az egyes útra, mert akkor még azt hiszem nem is volt autópálya. Azt nem tudom, nem, szem nem volt autópálya, egyes út volt csak. Kiálltunk oda, megállt egy osztrák, ilyen kis buszos, és hátul ez a zárt volt. Azt mondja, hogy előre csak egy hely van, a másiknak hátra a csomagok közé. Ilyen kartonok voltak. Ha mondom, én majd megyek hátra. Örömmel is mentem, mert nem voltam én teljesen biztos benne, hogy nem köröznek engem. Volt egy kis balhém, és mindegy. Bementem hátra, határon megálltak, hallottam, hogy nyissák az ajtót, lehúzódtam, magamra húztam még egy ezért, egy dobozt. Benézett, becsapta az ajtót, megy tovább. Átértünk a túloldalra, valahol, az nem Schwechatnál, mert valahol Wien alatt tett ki minket, mert onnan S-bánnal mentünk be Westbahnhof. Az volt a nyugati, vagy az még mindig a nyugati, a Bécsbe. És már akkor éreztem, hogy hideg van. Én fáztam. Hiába az az április közepi időjárás Magyarországon, én már fáztam. Hát a magyarban olyan idő volt, hogy előtte való nap, mikor elindultunk, a körösbe fürödtem. Szóval jó idő volt.
És hát bementünk a üzébe, a váróba, tök jó volt, fűtött, lefeküdtünk aludni, hogy majd másnap tovább stoppolunk. Jöttek ilyen ellenőr, hát ilyen rendőrök ellenőrizni, azt kézzel lábba elmagyaráztuk nekik, hogy vonatunk megy Pestre, de csak holnap. Aztán hagyj aludjunk ott, persze, aludjatok. Valami osztrák, német, nem tudom, valami külföldi ott észrevette, hogy magyarok vagyunk, nem beszéljük a nyelvet, és szegények, hát hogy néznek ki, hát tök hideg van, és ezek itt nyári öltözetbe. És elment, és vett nekünk egy halom kaját, meg üdítőket. És ott lefeküdtünk, szépen aludtunk, be voltunk kajálva, tök jól éreztük magunkat. Ja, közben jöttek párszor a rendőrök, és mindenkit kizavartak, az összes cigányt, meg aki csak oda bejött. Csak akinek volt jegye, az maradhatott be, mindenki mást kizavartak, csak minket hagytak aludni. És hát korán reggel, ez a üveges rész Westbahnhofnál, arra ébredtem, hogy villog, valami villog. Én azt hittem, jönnek a rendőrök. Szóval felkeltem, azt kinéztem, láttam, hogy sárga lámpa, villog. Olyan kukások. Hogy mi az? Azt, hát összepakoltuk cuccainkat, megreggeliztünk, jó van, menjünk akkor ki az autópályára. Kijöttünk az állomásra, azt akkor látom, bazd meg. Esik a hó. Volt vagy 3 fok, szakadt a hó. Majd megfagytam. Elővettem a szimasszatyorból a kis takarómat, és bebugyaláltam magam, és úgy mentünk ki az autópályára, és mondom, szakadt a hó, volt 3 fok, majd megfagytam. És hát elég szerencsénk volt szerintem azért is, mert megsajnáltak minket. Elég gyorsan megállt egy autó. És elvitt minket Velcig. Azért emlékszek rá, mert Velc az elég ismert szó. Magyarul. Már nem tudom most milyen az iskolában, régen az volt. És hát kiszálltunk, és akkor láttam a nagy táblát, hogy Velc. Mondom, hát ezt ismerem, hát én ha tanultam a velci bárdokat. Hát ez biztos, hogy innen van, hát mi lenne más velci bárdok. Hogy aztán valami köze van hozzá, nem tudom. Mindenesetre ezt örültem neki, hogy végre egy szó, amit ismerek. Leültünk az autópályán mellett, stoppoltunk, talán legalább elállt a hó, meg vagy 5 fokra felment az időjárás, de még hideg volt mindig, és stoppoltunk tovább. A következő autó az bevitt minket Németországba. Valahol, hát a keleti részen raktak ki minket, azt tudom, és sötét volt. Marha sötét, valamikor éjszaka. És elkezdtünk gyalogolni az autópályán. Mert a patkánynak, a srácnak, akivel voltam, az volt a becene, hogy patkány, ő neki már volt annyi, szóval azt már tudta, hogy a Kelet-Németországban egyedül mászkálni az autópályán, az nem jó dolog. Ma a keletnémetek azok, fú. Akkor még a fal, hát nem tudom, hogy állt még, vagy ilyen félig, meddig még volt határ. Szóval nem úgy volt az, mint ahogy a film mutatják, hogy 9. nem is október, hát április volt, persze volt még határ. Ja. Azt ott bókláztunk éjszaka, autópályán, leállósávban. Olyan jó voltam az kelet-német autópálya, hogy beleestem egy nagy mély gödörbe az autópályán. Éjszaka, mert nem láttam. Térdig. Szóval nagyon jó utak voltak. Amikor hajnalba megállt nekünk egy autó, életem először ültem Mercedesbe, egy nyugat német fazon volt, az bevitt minket, vagy elvitt minket Berlinig. És hát amikor ilyen délután értünk oda, Berlinbe, délután sötétedett már, ja. Hát de mondom, április volt, akkor még később sötétedett, ja. Vagy hogy volt ez valahogy. Ezt tudom, hogy sötétedett, mikor beértünk.
és hát ott is a határnál rakott le minket, ahol a kelet és nyugat német határ volt, csak már nyugati oldalon, Wannseenál, és onnan S-bánnal kellett bemenni a városba. S-bán az, mint a hév. Na most ott volt az első ilyen megrökönyödésem. Hurrá, Berlin, nagy világváros. A hévek meg ezék. Faülések voltak. Egy nyikorgó, elindult, nyikorgott mindene. Kerekek, meg minden. Mondom, hol vagyok én itt? Én azt hittem, hogy valami jobb helyre kerülünk, nem? Tiszta felülés, faülés, minden. Jó van, elmentünk, nem is tudom, hogy meddig. És ott át kell szállnunk U-bánra, az meg mint a metró németeknél. Aha, persze, fönt megy, ilyen, olyan, mint a hidon menne. Biztos láttátok már amerikai filmekben. Teljesen fönt kint. És hát most már, mikor utoljára ott voltam, akkor már majdnem mindet kicserélték újabbra, de ezek a régiek ugyanúgy kanyarba. Nyikorgott, mint a vadat. Azt hitted, meg így zörgött, meg limbálózott, meg minden bajot. Azt hittem, hogy leborulott. Szóval valami kegyetlen érzés volt. Én valami mást vártam el egy nyugati országtól. Pillanat. És hát beértünk Kreuzbergbe, ott olyan a hiába volt fönt, ilyen üveges oldala van a megállónak, szóval nem láttad, hogy mi van lent. Lementünk ki, fel az utcára, és így megrökönyödtem. Mi van itt? Az volt az első látvány, amit láttam, hogy feje tetején állt egy, akkor még nem tudtam, hogy rendőrségi busz, és égett. És pár méterrel arrább személykocsi, ugyanúgy felborulva, az már elaludta, ki volt égve. És így az egész utcába, csak ezt láttad. Minden ég, füst. Hát nem esett az eső, de tiszta víz volt minden. Meg kövek, ilyen ekkora kövek. Na, mi van itt? Április 20-a volt, azon a napon. Ez egy emlékezetes nap, ez Hitler születés napja. Annyit jelent, hogy náci felvonulás egy olyan környéken, ahol törökök laknak, meg pankok. És ilyen közös erővel a nácik, a törökök, meg a pankok szétverték a várost. Körülbelül ennyi. Ki vagyok száradva. Bocs. Na, és hát át kellett mennünk egy jó részen, jó 2 kilométer gyalog. Az a háborús övezeten. Én azt hittem, hogy háború után nem csináltak ott semmit. Kimentek az oroszok, azt úgy hagytak mindent. És hát elmentünk ezbe a gyárba, foglalt ház volt, ahol laktunk akkor, és volt ott egy magyar csaj, meg egy magyar srác, a Henny. És hát a Henny az már akkor kint volt egy jó fél éve, vagy éve. És ő tudott egy kicsit németül. Ő segített nekem akkoriban beilleszkedni ott Németországba. És ő mutatott nekem ott meg mindent, meg ilyesmi. Szerintem itt egyenlően lezárom ezt a videót, mert nagyon kiszáradt a szám. Majd innen folytatom. Oké? Okay. Most legalább a hang is jó volt. Meg a világítás is. Oké. Okay. Szevasztok!
további jó húsvétet. Mondjuk azt csak holnap fogom feltölteni.